Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a mai est alkalmából. Hát a kérésnek nem tudom, hogy tudunk eleget tenni, mert igazándiból szeretném Vörös Sándort bemutatni, reggel sem mennénk haza. Egy olyan csodálatos zsenie a magyar irodalomnak, akit ez alatt a kis rövid óra alatt esetleg csak kóstolgatni tudunk. Gondolom, akik itt ülnek, gyerekeket leszámítva, sokat tudnak Vörös Sándorról, remélem, hogy mi még azért tudunk újat mondani esetleg, bízakodom benne. Tehát a 20. század egyik zseniéhez van szerencsénk, csak egy mondattal előtte, igazándiból, ahogy járjuk az ország iskoláit, a tanárok panaszkodnak, hogy talán 2-3 oldalt tanulnak a gyerekek Vörös Sándorról. Most itt mondjuk azt, hogy jellemző az országunkra, hogy a legcsodálatosabb zsenieinknek általában haláluk után állítanak igazándiból emléket. Vannak, akiknek még akkor sem nem véletlen találkozott, de majd érinteni fogjuk a kor második zseniével, géniuszával, Kodály Zoltánnal, hiszen nagyon egyet vallottak. Proteuszi alkat szokták mondani. Vörös Sándorról, talán nem mindenki tudja, Proteusz a ógörög mondavilág istene volt, tenger istene volt, alakváltoztatásairól híres, bár minden görög isten híres volt az alakváltoztatásairól, ugye. Vörös Sándort is ezért nevezték Proteuszi alkatnak, mert az irodalomban nem volt olyan műfaj, műnem, amelyhez ne tudott volna hozzászólni, ne tudott volna valami zseniálisat írni róla. Erikával megadatott az a nagy-nagy megtiszteltetés és szerencse az életben, hogy 87-ben Kőszegen a Kétfejű Fenevad főszerepét játszottam, előtte Pécset a Holdbirics hónakos főszerepét. Ha most megkérdezik, hogy miről szólt, nem tudnám elmondani. De hát ezt írják róla az irodalom történészek is, hogy felborította az európai színház rendet a drámáinak se eleje, se vége, se közepe. Tényleg fantasztikus drámák voltak, érdemes megnézni, elgondolkodni rajta, hát aztán ki levonja magának a levonni valót. Montág Imre, a színművészeti főiskola fantasztikus tanára, Vörös Sándor verseivel illusztrálta a beszédóráit, nem véletlenül, hiszen zseni volt, nyelvzseni, a magyar nyelv csodálatos zsenie, ezért is választottuk mottónak az egyik mondatát, ami így hangzik: jól szólni dísz, de rég dolog, de a dísztelen csak dadog. Ám bár dadogni dísztelen, olykor dicsőbb, mint díszesen. Egy nagyon szép megzenésített versével indulunk. Az egész műsorra jellemző, ha úgy gondolják, ismerősek a dallamok, nyugodtan énekeljenek velünk együtt. Ha a világ jó lenne, fényembe őfigyülne, ilyen appal szépen szólna, ha a világ jó szépen szólna, ha a világ riolna, ha a világ riolna, kötényembe meg is szélne, kötényem is honnan volna, s egész világ riolna. Minden költő ír egy verset, illetve a többségük, Ars Poetica címmel, amely ugye egy költői hitvallás, életükről hallgassák meg. Örök létet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog,
néki sincsen. Hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosok ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vezd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add néki emberséget. Mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélekárján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök lét, mint sorsod örök lét, társukként megölelnek, és megint messze szállnak. Köszönjük szépen, a tapsot nyugodtan lehet majd a legvégére hagyni. A Teljesség felé című kötet, amelyet már így nagyjából bemutattak a mai estén. Hát, ha valaki ezt a pici kis könyvet a kezébe vette, olvasta, akkor tudja, hogy valami csodálatos bölcsesség áradat van, aminek szinte minden sorát meg kellene fogadnunk, magunkévá kéne tennünk, hiszen egy csodálatos bölcsesség kosár tárul elénk. Ebből pár idézet. Az egyetlen igazi tanulás a lényünkbe szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. A hullámokat azt számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert. Nem mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se légy. Visszafolytott szenvedélyekkel vászorodni épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, árzanak és fiatszanak. Ha vágyaidat megölöd, kísérteteid visszajárnak. Ha vágyaidat megszelíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöpi a homályba. Ezentúl a szörny még nyugtalanabb lesz, és lassanként megrepeszti a falat. Jó és rossz tulajdonságait alapjába véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók, becézett vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne írtózz és ne jegy, és ne hazudj önmagadnak. Inkább örülj, hogy felismerted, gondozd, mert könnyen szelidül, és derék házi állat lesz belőle. A gyermekkor természetes igénye szabadság, és a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. A felnőttkor természetes igénye élet. S a mai felnőtt vagy alig él, vagy maga és mások rovására rejtett utakon él. Az öregkor természetes igénye nyugalom. S a mai öreg, mint hogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar. Írmagját se fürd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak, mert minden elvont közösség kötkép, és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent kor. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod meg. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy embert változtatja meg. Vörös Sándor gyerekzseninek indult, ami ritka, és zseniális felnőtt lett belőle, ami még ritkább. Hosszolányi Dezső azonnal felismerte rendkívüli képességeit, egyik gyerekkori versét Kodály Zoltán zenésítette meg. Soha senki nem vonta kétségbe tehetségét, soha nem kellett küzdelmet folytatnia az elismerésért. Nincs költői forma, nincs műfaj vagy műnem, amelyen meg ne szólalt volna a kidolgozott tökéletesség hangján. 1913. június 22-én született Szombathelyen, és így van a szüleiről. Édesanyám Blaskovics Mária. A Blaskovicsok nagyszebeni rácok voltak.
A 15-16. Században Nagy-Szebennek Rácz, azaz szerb lakossága volt, csak később vált dominánsá a szászság. A család latinul tudó hivatalnoki família volt. Aztán majd a Szepességbe kerültek, s néhány évszázadig a Szepességben és Sároson laktak. A költőt családi szálak fűzik Debrecenhez. Anyai nagyanyja, Nagy Kornélia debreceni lány volt, itt vette feleségül Blaskovics István bíró, aki később pécsi táblai elnök lett. Anyám négy nyelven olvasott és beszélt. Örült, hogy bennem is van kulturális érdeklődés. Anyámtól már 6-7 éves koromban olyan olvasmányokat kaptam, mint Shakespeare, Goethe, Madács, Csokonai. Köztudott, hogy már egészen kisgyermekkorában német nevelőnője révén Schiller drámáit és a német költészetet olvasta, természetesen eredetiben. Az édesapjáról így vall: apám furcsa, romantikus életű ember volt. Volt katonatiszt és falusi gazdálkodó. Anyám Pécsen ismerte meg apámat, akit mint katonatisztet hol ide, hol oda helyeztek. Néhány évet töltött Pécset, s mint fiatal huszártiszt járt az ottani társaságba. Így találkozott anyámmal. Ez a csodálatos anya, aki először fedezhette fel, hogy az egyik legnagyobb zseniét szülte a 20. századnak, mint hallották, már fiatal korában németre tanítatta és németül olvastatta és a világirodalom gyöngyszemeit. Mindig szoktam mondani a gyerekeknek az iskolában, 6-7 éveseknek, hogy gyerekek, figyeljétek meg, ti, akik most jöttetek az iskolába, még abban vagytok elfoglalva, hogy a C betű hátán görbítitek, vagy a B betűnek a pociát próbáljátok megrajzolni. Vörös Sándor ekkor már verseket írt, nem is egyet, nem is kettőt, híres Pepita kockás füzetébe, mire elvégezte, amit majd nehezen, de elvégezte az általános iskoláit, illetve a tanárai megszánták, de majd erről is beszélünk, és tovább engedték, addigra már több száz verset írt ebbe a híres Pepita kockás füzetébe. Édesanyjáról pedig, úgy mint minden költő, egy csodálatos versben emlékezik meg. Anyámnak. Termő ékeság, te jó anya. Életemnek első asszonya. Nagy, meleg virágágy, párnahely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, szívem szíveddel lüktetett. Én s nem én közt nem volt mesgyehegy, benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabás trombálvány jó anya, életem hatalmas asszonya, szemed ízisz, smaragd íze, tiszta, szép, hajad pallasz, bronz sisakja, színe ép. Csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen a vércseszárny. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya, a kamaszkor tőled elkuszált, szemem szemedbe nem talált. Így tűnődtem, miért szült, miért szeret, ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent öltemet, miért nem tett inkább a hóba engemet. A kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált, megköszönöm most a percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér, álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya, sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd a cseppig átfolyt be rajta minden lét, úgy halok az ős egészbe, mint beléd.